Gyermekkórus a Pécsi Reményházában vasárnap délelőtt ünnepi műsort adtak az ételosztás előtt, amit a Vármegyei Önkormányzat és a parlamenti imacsoport támogatásával valósítottak meg. Még tavasszal találkozott Budapesten egy konferencián az imacsoport vezetője a Baranyai Önkormányzat elnökével. Akkor született az ötlet, hogy Pécsen tartják a következő jótékonysági akciójukat. Ez a jótékonykodás, ez ne olyan legyen, amit csak egyszerűen pénzzel kifizetünk, hanem hogy mi készítjük az ételt. Mi tálaljuk, és ott legyünk azok között, akiknek a szemébe beletekintünk, akkor Jézus Krisztus tekint vissza ránk. És akkor elnök úr mondta nekem, hogy te Imre, miért mindig Budapesten szervezitek? És akkor rájöttem, hogy hát elnök úr igazad van, miért mindig Budapesten? A következő mondtam tavasszal, Pécsett lesz, és így ez volt az indítatása. Az országgyűlési képviselő azt mondja, több ilyen nap kellene, hogy legyen egy évben, nem csak a decemberi ünnepi időszakban. Igyekszünk is, hogy legyen több ilyen nap. Most a karácsonyra készülődvén, ugye a második gyertyagyújtás van ma. Én úgy gondolom, hogy ezen mindenkinek mélyen el kell gondolkodnia, és el kell gondolkodnia azon, hogyha az Úr elé áll, akkor nem az számít, hogy mit halmozott össze itt az életében, mert az Úr azt fogja tőle kérdezni, hogy milyen ember voltál. És erre akkor és ott, ha nem hajolunk le az elesettek felé, akkor bizony nehezen fogunk tudni válaszolni. Nehéz sorsú embereket, családokat szólítottak meg, és várták őket advent második vasárnapján a Reményházába, mondta Baranyai elnök. 100 rászoruló pécsi család számára biztosítottunk az ünnepi műsor mellett meleg ebédet. Az ebéd egyébként rizses hús lesz savanyúsággal, illetve egy kis süteménnyel. Őri László azt mondja, nem csak fizikai táplálékot szerettek volna adni ezen az eseményen. Legyen egy olyan adventi alkalom, ahol egy közös, szép közösségi együttlétre hívjuk meg a pécsieket, egy finom ebéddel is megvendékeljük őket, de ami ugyanilyen fontos, hogy a programot azt úgy állítottuk össze, hogy ez advent második vasárnapján a karácsonyra való készülődés jegyében kis lelki táplálékot is nyújtson, ezért egyházi áldás sok is helyet kapott a sorba, illetve talán a napnak a fénypontja, lehet ezt mondani, ahol többen is elérzékenyültünk, a pécsi gyermekeknek a műsora volt, amellyel készültek a nehéz körülmények között élő rászoruló pécsieknek. Ez az advent erősítse mindannyiunkat, hogy rátaláljunk a helyes útra, és mindent tudjunk a lelkünkből, erről az útról letakarítani, ami nem oda való. Mondta a házigazdaként Kövesi Ferenc plébános. Majd tálcán hozták az ételt a rászorulóknak az asztalhoz az akció szervezői. Az ételosztásban a pécsi egyházmegyei Caritas segített a Reményházában.